2011 óta működik a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság égisze alatt az internet hotline jogsegélyszolgálat. Itt az interneten elérhető jogsértő vagy kiskorúakra káros tartalmakat lehet jelezni. Vendégünk a témában dr. Család Dorina, az internet hotline osztályvezetője. Jó estét, szia Dorina! Köszönjük, hogy ismét eljöttél hozzánk. Köszönöm. Ez szépen. Egy olyan téma, amiről szerintem nem tudunk eleget beszélni. El is hoztál egy nagyon színes kis füzetet, ez a tavalyi beszámolótok, ugye? Mi minden található ebben a füzetben? Igen. Idén második alkalommal adtuk ki, vagy nem idén, de második alkalommal adtunk ki egy nagyon részletes beszámolót, ami az előző évi tevékenységünkről szól. Ez elég fontos számunkra, hogy tényleg transzparensen működjünk, és látni lehessen, hogy mit is csinálunk mi az internet hotline-nál. A beszámolóból meg lehet tudni, hogy tavaly például 2047 darab bejelentést kezeltünk, 8 darab bejelentési kategóriában kapunk jelzéseket a felhasználóktól, de kitérünk a legjellemzőbb online jelenségekre is, így a sextingre, a gyermekekkel szembeni különböző szexuális visszaélésekre, illetve az ezzel kapcsolatos jelenségekre, illetve a bejelentés kezelésen túli tevékenységünkről is beszámolunk, mert hogy van egy edukációs tájékoztató és szemléletformáló tevékenység is a jogsegélyszolgálatnak. Itt említetted, hogy 8 kategória van. Melyek ezek? Milyen ügyel lehet benneteket akkor megkeresni? Igen, itt egy picit talán már a beszámolóba is belemennék. Az a kategória, ahová a legtöbb bejelentésünk érkezik, most már 2019 óta, az a gyermekpornográfia kategória. Itt gyermekek online szexuális bántalmazásával kapcsolatos bejelentéseket kapunk, gyermekekkel szembeni szexuális visszaélést rögzítő tartalmakról. Ez a tavalyi évben a bejelentések 42%-át tette ki, 850 darab ilyen bejelentést kaptunk. De ezen túl kapunk bejelentéseket online zaklatással kapcsolatban ebben az online zaklatás kategóriában, hozzájárulás nélkül közzétett tartalom kategóriánk is van, illetve adathalászat kategóriánk is van, illetve még van további 4 kategória, de ez a 4 kategória az, ahová a legtöbb jelzés érkezik. És a legtöbb áldozat az ilyen 13 éves kor körül van, ami szerintem elképesztően fiatal. Igen, hogyha a gyermekek online szexuális bántalmazásáról beszélünk, akkor a nemzetközi statisztikák is azt mutatják, hogy a legkitettebbek egyébként magának a gyermekpornográfiának is, illetve az ilyen online szexuális visszaéléseknek az a 13 év alatti korosztály, és jellemzően a lányok. És mivel próbálkoznak, bocsánat, én édesanyaként alig bírok egyébként itt egy helyben ülni, mert borzalmas, amiket mondasz. Már nem az, amit te mondasz, hanem maga a téma, hogy igen, hány bejelentést kaptok csak ebben a témakörben. Igen. És ami még talán ehhez hozzá tartozik, hogy a tavalyi év tapasztalata az volt, és az is benne van a beszámolónkban, hogy egyre több szülőtől kapunk jelzést. Nem minden esetben ilyen témában, de jellemzően ilyen témában, amikor a gyermekükkel szemben valamilyen visszaélést követtek el az online térben. Erre tudok mondani konkrét példákat, amikor egy szülő mondjuk arról tesz bejelentést, hogy a 11 éves gyermekétől Discordon, egy Discord csevegő szobában próbáltak meg intim felvételt vagy szexuális tartalmat kicsalni, de ugyanez megtörténhet Facebook Messengeren keresztül, vagy akár a TikTokon, vagy a Snapchaten keresztül. Ilyen jelzéseket kapunk szülőktől. Mi minden ilyen esetben a Nemzeti Nyomozóirodával vesszük fel a kapcsolatot, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda itthon a legfőbb együttműködő partnerünk. És azt érdemes tudni, hogy velük most már, mivel elég sok ilyen jelzést kapunk, napi szintű kapcsolatban vagyunk, és erre nagyon büszkék vagyunk, hogy ennyire jó kapcsolatban és ennyire jó szakmai kapcsolatban vagyunk velük, és jól tudunk együttműködni, de fontos is, hiszen ők azok, akik tulajdonképpen tovább viszik ezeket az ügyeket és a mi jelzéseinket. Hogyha megtörténik a bejelentés, akkor utána az elkövetőket jó esetben remélhetőleg elkapják. Mi történik velük olyankor? Hát mi az elkövetőkre annyira nem látunk rá, tehát hogy az internet hotline az egészen addig látja az ilyen ügyeket például, amíg átadjuk a nyomozóirodának. Vannak szép sikereink, erről annyira nem lehet beszélni, meg mi sem kapunk annyira sok információt, de arról van tudomásunk, hogy vannak olyan ügyek, amikor a mi jelzésünk segített abban, hogy mondjuk egy ilyen típusú elkövetőt elkapjanak. Az internet hotline-nál úgy működik maga a bejelentés kezelés, hogy beérkezik egy jelzés egy felhasználótól.
És a legfontosabb számunkra, hogy ebben legyen egy olyan URL cím, egy link, ahol van egy elérhető tartalom. Nekünk nagyon fontos, hogy be tudjuk azonosítani azt a sérelmezett tartalmat, amit a bejelentő bejelent, és ami miatt elküldi nekünk a jelzést. Tehát a legfontosabb az URL cím, megvizsgáljuk ezt a tartalmat, és utána meglátjuk, hogy mit tudunk tenni. Alapvetően a hotline ez egy közvetítőként működik a felhasználó és a szolgáltató között. Tehát alapesetben, hogyha nem ilyen gyermekekkel szembeni szexuális visszaéléssel kapcsolatos ügyről van szó, akkor például a Facebookkal tudjuk felvenni a kapcsolatot, tehát az ilyen egyszerűbb ügyekben a Facebookkal tudjuk felvenni a kapcsolatot, vagy más közösségi média szolgáltatókkal, velük is van közvetlen kapcsolatunk, és partnerségi programokban vagyunk együtt, és közvetlenül tudunk velük kommunikálni. Elég sok lehetőségünk van. De ilyenkor például fontos az is, hogy ne csak az internet hotline oldalon jelezzék ezt a problémát, hanem mondjuk adott esetben ugye a Facebookon is jelentsék azt a profilt, ugye? Igen. Ez is nagyon fontos része a tevékenységünknek, hogy amellett, hogy mi magunk közvetítőként járunk el mondjuk a szolgáltató és a felhasználó között, van egy edukációs tájékoztató kötelezettségünk is törvény szerint, és ennek értelmében van olyan eset, és van olyan ügy, amikor magát a bejelentőt tájékoztatjuk arról, hogy ő maga hogyan tud egy-egy adott tartalmat jelenteni. Ez is nagyon fontos, mert hogy a mi folyamatunk az úgy néz ki, hogy a Facebooknak is csak azután tudunk jelzést tenni egy ügyben, hogyha maga a felhasználó már kimerítette a jelentési opciókat a közösségi oldalon belül, és azt is látni kell, hogy a közösségi oldalak nagyon sokat tesznek azért, hogy minden speciális ügyre vonatkozóan különböző űrlapokat hozzanak létre, tehát minden speciális problémára vonatkozóan most már lehet találni megfelelő űrlapot. Hogyan tudjuk leginkább megelőzni a problémákat? Én anyaként azt gondolom, hogy a kommunikáció a legjobb módszer, amit én a gyermekemmel meg tudok tenni, és a bizalom és az őszinteség, de mégis milyen módszerek vannak, hogy mondjuk én szülőként egyből mondjuk kiszúrom, amit mondjuk a gyerek nem szúr ki, vagy felnőttként szúrom ki, mert a felnőttekkel is megtörténik sajnos, ahogy említetted, neked nagyon sok ilyen tapasztalatunk van. Igen, itt a szülők kapcsán és az odafigyelés kapcsán tényleg ezt lehet hangsúlyozni. Tehát a bizalom, a kommunikáció a gyermekkel, az, hogy beszélgessen a szülő sokat a gyermekével, és ugyanúgy arról is, hogy mit csinál az online térben, milyen tartalmakat néz, milyen videókat néz. Azért az a tapasztalat, hogy a gyermekek erre nyitottak, erre a közös kommunikációra, tehát itt tényleg csak ezt lehet, vagy hát ez a legfontosabb, amit lehet javasolni. És ugye itt említetted azt is, hogy felnőttekkel szemben is történnek visszaélések, és a hotline-nál ezt is tapasztaljuk, és beszámolóban erről is írunk részletesen, hogy például a felnőttek intim képeivel történő visszaélés is egy olyan súlyos ügycsoport, amivel ha nem is napi szinten, de rendszeresen találkozunk a hotline-nál. Például a hozzájárulás nélkül közzétett tartalom kategóriának az 1/3 az ilyen jelzésekről szól. És itt talán még azt érdemes elmondani, hogy talán azt képzelnénk, hogy ez jellemzően hölgyekkel esik meg, de ez nem így van. Tehát, hogy mi férfiaktól is kapunk jelzéseket, hogy visszaéltek az intim tartalmaikkal, és kérik a segítségünket. Hát nem győzzük hangsúlyozni, hogy nagyon óvatosnak kell lenni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük szépen. Köszönöm.